A FIFA világranglistán 136. kazahok verték az 50. magyar válogatott a pénteken felkészülési labdarúgó mérkőzésen. Zsosz Lékenz szövetségi kapitánya kudarcos bemutatkozás után a Skóciát fogadja csapatával az ülői úton. Az első benyomásokról és a kilátásokról a 12-szeres válogatott Fitos Józseffel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Zsosz Lékenz nem foglalkozik a kazah meccs elleni kritikákkal, tehát nem olvassa azokat. Jó teszi vagy rosszul? Mert hát én azt gondolom, hogy nem is tud mit csinálni. Készülve erre a beszélgetésre összehasonlítottam azokat a játékosokat, akik az Európai Uniósra szerepeltek. Majd, hogy nem ugyanazok szerepel, játszanak most is. Tehát majd Magyarországon van körülbelül 30-35 egyforma képességű játékos, és azokból kell válogatnia. Az most egy más kérdés, hogy ezért miért kell külföldet idehozni Magyarországra, de ez természetesen ez egy döntés, és így döntött a szakmai vezetés. Nem tud mit tenni. Tehát ugyanazok a játékosok, az sakkozunk, és sajnos, ami nagyon nagy -nagyobb probléma, hogy ezek a játékosok képzetlenek. Ezt tudomásul kell venni, hogy képzetlenek. A mai év futball követelmények nem tudnak megfelelni. Hát ezt nem én mondom, hanem ugye a, a nyugati él élvonalvéti csapatok nem választanak egyet, egy magyar játékos sem. Tehát Viszont... onnan néz, hogy arról beszélünk, hogy arról a szintről nézve, arról a közepes nyugati színvonalról képzetlenek. Abszolút Abszolút uh -huh. képzetlenek, és ez, és ez természetesen nem a játékosoknak a hibája. Ma a magyar játékosok a döntő többsége képzetlen. Nem képes ez a mai, modern futballnak a követelmének megfelelni. Viszont ez meg fog változni. Én évek, évtizedekig, mondhatom, hogy évtizedekig nagyon kritikus voltam a magyar labdarúgásra, de azt kell mondjam most, hogy most már lassan 25 éve edzősködöm, azt kell mondjam most, hogy tényleg nem kell most már több. Egy négy-öt évig legyen türelemmel a magyar szurkoló. És ne várjon mai meccstől, sem mert a következő éve, hónapok meccsétől, sem egy nagy csodát. Szóval pár év múlva nem lehet, hogy ne történjen változás. Én Tehát, napon te... meg, erre vagyok kíváncsi, hány évesek most azok a gyerekek, az a generáció, amelyikre azt mondod, azt ígérheted, azt várod tőle, hogy nem tudod, nem szabad már rámondani azt, mert hogy nem így lesz, hogy képzetlenek Abban az értelemben, ahogy ma rámondod. Nagyon jó a kérdésed. Ugyanis ö, ö, megnéztem ezek a mai, ö, mai játszó, válogató játékosok az életkorát. Általában 1985 80, 80, ban született, vagy pedig 90 ig született játékosok játszanak. Ezek a gyerek abban érában ér nőttek föl, amikor szakmai munkáról utánpontás kérdésről nem beszélhetünk. Én végigértem azt az időt is, játékosként, most már edzősködöm, és minőségileg, minőségek teljesen más munkát végeznek ma már, mint akkor. És mivel borzasztóan fejlődött, borzasztóan nőtt például a Pesmegyében, például e, a Benkő Tamás által vezetett Pesmegy Szövetség hihetetlen munkát végez, na hetente látjuk azt, hogy mennyi gyerek futballozik. Előbb-utóbb ennek mi lesz az eredménye. De hogy egy, egy példával egy ezt bizonyítsam. Három évvel ezelőtt egy fiú tőlünk, mi kis egyensúlyos vagyunk, kiment Salzburgba e, egy próbajátékra. És akkor hazajött, megkérdeztem, na milyen volt. És egy szót nem szólt, hanem kezembe nyomott 12, mondom 12 CD-t. És akkor betettem a cd től hogy lejátszom, és megnézem, akkor ledöbbentem, hogy milyen különbség, mi hogy le vagyunk mi maradva. Egy, egy, akkor 11 éves kisfiúnak az edzése nézték a futós mennyiséget, CD, egy számítógép rendszer elemezte ki, nézték az intenzitását, és hihetetlen módon például közel az arcát, hogy hogy visel a stressz helyzeteket. Na most ebben nagyon-nagyon le voltunk maradva. Hála jó az utóbbi években akkora ment keresztül a labdarúgás utánpótlás szintjén, amire előbb-utóbb meg lesz a Én nagyon kritikus voltam a magyar nagyon-nagyon kritikus. Talán nem is olyan régen veled is beszélgettem erről, és a, a negatív szereplők közé tartozik, aki negatív színben láttam a jövőt. De most azt kell mondjam, türelemmel, emberek, egy pár év, és annyi, annyi tehetséges és ügyes játékosunk van, hogy a, és olyan képzettek ma már a kornak megfelelően, és nagyon, ugye ez a infrastruktúra is fejlesztések, ezek a, a most a sokat kitizált taus fejlesztések, és ilyen szempontból nagyon jók. Én nem akarok belemenni a stadionokba, hogy jók-e vagy nem jók. De hogy a gyerekek után fordított pénz jó, azban biztos vagyok. Duplája, Dublán megnőtt az igazolt versenyzők száma. Azt mondott tehát, hogy a jelent azt el kell engedni, Abszolút. kár rajta bosszankodni, ez, ez van, ennyi futbalista van, ennyit tudnak. Amikor azt mondod róluk, hogy képzetlenek, akkor ez a képzetlenség, amikor látsz egy ilyen mérkőzést, akkor elsősorban eh, technikai, vagy sokkal inkább taktikai szempontból. Minden, láthat, szempontból. minden szempontból. Hát a... a szóval, na, én, én nagyon érdekes volt, amikor én 1900 tudom, nem szeretik az emberek, én se szerettem, amikor mindig a múlttal foglalkoztunk. De amikor 1988-ban én kimentem Görögország a még egyszer mondom, nem nyugati éjcsapathoz, Panathinaikoshoz, és elvittek az első edzésre Peániába, az Atintó 20 km-re levő edzőközpontba, és olyan körülményeket biztosítottak már akkor az orvosi, az edzéstechnikai, stb. stb. fedezéseket, hogy egyszer elájult, és azt mondtam, hogy ilyen nincsen, és ez, és ez hasonló lépesség ország, mint Magyarország. Ma már olyan szinten megváltozott a labdarúgás, és ehhez, hála Isten, most már léptek Magyarország, és most kezdünk felzárkozni, ami... Tehát nem kell azzal foglalkoznunk, nagyon fur, tudom furcsa ez, ez úgy ezt kimondani, de hogy mi lesz ma az eredményes kótok ellen? Egyébként egy sokkal jobb meccs lesz, mint a kazak ellen, biztos vagyok. Miért? Teljes, azért, mert teljesen más, készülünk egy kazak ellen meccsre, még egy kótok ellen meccsre. mégis mégiscsak egy angol száz futball, mégiscsak egy minőségi futball, meg fogja látni a nézők, hogy teljesen más jellegű mérkőzés lesz. mérkőzés lesz. De ez nem érdekes. Nem érdekes. Ugyanazok játszanak 3-4-5 ugyanaz a 30-32 ember. Nincs más. Nincs más. Nézzük meg, kik játszanak, hol játszanak a magyar eh, válogatott játékosok. Nézzük meg. Hát, a, hát a csúsz, amiről most. beszélünk, dinamok vár? várjuk. De Akkor miért várjuk el? Akkor miért várjuk el, hogy most mi lehengerüljük azokat? Én azokat, 10 azokat, tízből kilencszer megvernénk. Csak arra kérem a szurkolókat, és, és mondom, én, aki fő negatív uh, szemülete uh, éven keresztül, pár év türelem. És ezek az infrastruktúrás fejlesztések, ezek a, ezek a tavos pénzek, ezek a, a tényleg, higgyék el, hogy leszen, ennek lesz előre a mutató végeredménye. Azért azt mondtad, hogy más kérdés, hogy magyar edzővel mit játszott volna a, a válogatott ez a garnitúra, de azért erről a garnitúráról látjuk, láttuk Dárdaipállal, láttuk Ben ilyen szempontból, amit eddig láttál, elsőre láttál, elsőre láttál a belga szakembertől, az mit mutatott neked? Mert azért azt láttuk, hogy, hogy olyan, amilyen, de ha nagyon összeszedik, megszervezik lásd Dárdai, akkor úgy vannak bizonyos részeredmények, amiket el lehet néha érni. Hát az biztos, hogy a, az új edző ugye keresi a játékosoknak helyét, az látszott. Tehát, ha igazak azok a sajtóinformációk, a mai kezdőcsapat milyen lesz amúgy a, a az elmúlt mérkőzéshez képest, ugye négy-öt helyen van változás, hát igen, mondjuk például nem értettem például a fialának, a belső védőként való játékát, nem értettem mondjuk a kazagok ellen, de hát ezek, ezek rendben vannak, ezek a próbálkozások, ezek a meccsek erre valók, de mindegy, ki az edző. Pali, te is lehetnél. Mindegy, ki az edző, azért mindegy, mert nincs, nem tud mi ki kihez nyúlni. Hát gondoljuk végig, hát a magyar válogatott játékosoknak a 99%-a sokatrangú rangú bajnokság játszik, sőt, ha igaz, még egyszer visszatérek arra, hogy a, a a előre beírtetett kezdőcsapat, van két-három olyan játékos, aki nem játszott fél éve szinte, vég 90 percet végig. És ők kell, kell, kell játszani. Na most, Juska, még van itt egy fontos kérdés, innentől kezdve viszont van-e értelmen olyan, nyomást gyakorolni, a szurkolónak olyan kérdéseket föltenni, hogyha ez a helyzet, akkor miért nem fiatalítanak bátrabban? Vagy az a válaszod erre, hogy azok a fiatalok, akikhez most nyúlni lehetne, tehát mondjuk 19-20 évesek beteszed a válogatódba, azokra megint még mindig az lesz az igaz, tehát a mostani 18-19 éves focistákra, ami erre a garnitúrára? Nem tud kihez nyúlni. A, a... Tehát az az új, ami, az az új futballnak az, az át, átalakított szerkezet, hogy ezt gondolok itt most a támogatásokra, a fejlesztésekre, ez kb. 5-6 év múlva már számol lehet kérni. A, az, 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 a mai 18-12 éves játékosok nem ebben szocializálódtak. Hát emlékszünk rá, az egy, első akadémia, ami volt, az a, az, MTK akadémia Igen, volt, ott magárban. összegyűjtötték a gyerekeket, de levelgettek ki játékosokat. Ma már sokkal több akadémia, sokkal több olyan lehetőség van, hogy minőségi játékos tudjunk kételni, de ezek még fiatalok. Azért mondom, abban igazad van, abban a teljesen egyetértek vele, hogy nem szabad illúziókat kergít, nem szabad. Hát a legjobb játékos úgy jár, hol játszik, könyörgöm. Miért akarunk mi csodát? Miért várunk csodát? Pár évet kérek én, és én meg fogom élni. Szóval ez most divat, ugye azt mondják, hogy én nem fogom megérni azt a magyar meg. meg fogom élni, biztos, hogy ez a magyar futballban tapsolni fogunk. Lehet, hogy egy, egy ilyen európai is szereplés, szereplés szerencsésen kijutunk, de ennek nem volt meg az alapja. Ezek a játékosok ugyanazok, Ugyanazok játszanak, szinte most is. Igen. Ugyanazok játszanak, Szerencsénk volt, összejött sok minden, de pár év múlva ez a magyar vágot nagyon sokat fog, nagyon-nagyon sok sikert fog örömet fog szerezni. Plusz, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokan kritizálják ezt a, ezt a stadion építési programokat. Ö, nem tudom megítélni, hogy mit tudom mondjuk Kisvárdál jó-e vagy nem jó, azt nem tudom, nem élek ott. Azt tudom, hogyha valaki bekapcsolja mondjuk a televíziót, és mondjuk néz a Google Marinában a egy mérkőzés, egy barnik mérkőzés, mindig történik valami. Tehát ott mindig valami esemény történik. Tehát igenis szükség van erre. Most nem akarok politizálni, hogy most uh, egészségügy, az nem az én feladatom. De az biztos, hogy nem lehet, ez egy szórakoztató iparnak egy része, nem lehet másképp. Bele kell ölni bizonyos összegeket, és utána, utána viszont persze természetesen számon is kell kérni. És csak hát igen, számon kell kérni, meg egy idő után azért uh, nyilvánvalóan a, legalábbis a felnőtt részében hogy a piaci körülményeket meg a versenyt meg kell teremteni. Abszolút, Hát a, a verseny maga ugye hogy kik, megmutatja a versenyt, hogy kik játszanak, magyar játékosok hol játszanak. Igen. Hát egyedül egyetlen egy kapusunk van, egy kapusposztunk van, mind, mindig jók voltunk, és a Gulácsi kiúlhat... Ez egy le... hagyomány, amit még Igen, tartunk, igaz? Igen, emlékszem a nem akarom sorolni neveket. Hozzáteszem, mondjuk a Gulácsi, akiről most ugye még pozitívul is beszélünk, nekem a válogatás teljesítmény nem tetszik, ugye ez nem titok, a válogatóban szerintem töredékét nem jutja, mint amit mondjuk Lipcsebe. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy miért nem. De ha túlmenünk a többi játékosra gondolunk hát a mezőnyátékosok, akkor hol játszanak? De miért nem? Hát azért, azért mert képzetlenek vagyunk. Totálisan képzetlenek vagyunk. Én ma már nem lennék futbalista. Én ma már, ma már nem lehetnék futbalista. Ma már teljesen más követel meg, a felgyorsult a futball, teljesen más összetevőkből áll az, hogy egy játékos képzettségét tekintve, hogy egy játékosban komoly szintű futballista lesz, vagy nem, a a gyors döntések, a, a technikai a, a gyors döntések közben való kivitelezése. És a, nagyon magyarosan nagyon elfelejtik a stressztűrő képesség. Ez a kisfiú, akiről az előbb beszéltem, a 12 CD-t, amit visszatott, ebből kettő a stressztűrő képességét vizsgálta. Gyorsaság, gyorsaság, gyorsaság van, mint a döntések abszolút. gyorsasága, a gondolkodás, a technikai kivitelezés gyorsasága, és a stressz, abszolút. a nyomástűrő tűrő képesség. Van, ez a, a kettő a döntő, ami van, az abszolút. abszolút. Én kimentem Görögország 1980-as évekbe, és az a szembesültem, az a szembesültem, hogy amikor azt mondták, én ugye egy sokat tudó futó játékosok között azt mondták, hogy jó, hát ezt mindenki tudja. És az a szembesültem, hogy ügyetlen egy ügyet számomra ügyetlen, ügyetlen vét játékosok, azok olyan szinten magabiztosan, gyorsan döntve lehet, hogy a hibáztak, de álltak és mentek tovább. Én meg azon vívottam, hogy most hol is hibáztam, mit is és ez is egy borzasztó fontos tényező, ami meg már triplán, ötszörösére eh, fontos elemé váltam. Ja, hogyha elkezdesz töprengeni, vívódni, és véged van. Esélytelen, esélytelen vagy. De nem csak a labdarúgásban, hát minden sporták, hogy felgyorsul. Sport. És, és ma már nem létezik az, hogy Feri bácsi kimegy, és akkor tudom megnézi a Pistikét, hogy milyen ügyes játékos. Ki lehet, hogy van egy felirvány csak egy testemlés órán, vagy akár egy tornán kiszúrja, de utána elviszik genetikai vizsgálatra, utána elviszik a vizsgálatra, különböző teszteket töltenek ki vele. Nézzük meg, hát borzasztóan megváltozott a világ. Köszönöm szépen, akkor ezzel a szemmel nézzük most kótokat. Én szerintem itt kellene, itt kellene, és akkor nem írjuk a senkinek csalódást. Köszönöm szépen.